A kállaiak a 14. században telepedtek le Kállósemjénben, a család később itt építette ki birtokközpontját. A kállai kúria szomszédságában található Wolkenstein kastély a II. Világháború idején megrongálódott, 1964-ben helyreállították, évtizedekig magtárnak használták, míg a kúria épülete 1994-ig diák otthonként működött. A legnagyobb beruházásunk a kállai kúria rekonstrukciója. Ez a beruházás kitölti az egész évünket. Ennek a beruházásnak a kellős közepén vagyunk. Most már megkezdődtek nemcsak a rombolások, hanem az építések is. Előreláthatólag szeptemberre készül el a kúria beruházásunk. Az épületet műemlékvédelmi elvek szerint állítják helyre, helyet kap benne a kállai család történetét bemutató kiállítóterem, egy nosztalgia kávéház, játszószoba és egy rendezvényterem is. Május 6-án, úgy emlékszem, akkor tettük le az időkapszulát. Ezzel a pillanattal kezdődött meg hivatalosan a kúriának a építési beruházás, vagy az építési szakasza. Szeptember 15-éig áll rendelkezésre idő arra vonatkozóan, hogy a kivitelező befejezze ezt a beruházást. Mindösszességében az építés, illetve az eszközbeszerzések vonatkozásában, tehát mindenestől együtt 1,151 milliárd forintos támogatást nyert erre az önkormányzat. Kállósemjén a későbbi arculatát alakítja ki a beruházással, mivel a településen az egyik legjelentősebb bevételforrás a szolgáltatás és az idegenforgalom. A felújítás nem csak az értékmentést szolgálja, hanem lehetőséget biztosít arra, hogy a község bekapcsolódjon a térség turisztikai vérkeringésébe.